Magyarország lakosságának a jelentős részének nincs háborús élménye. Ablonci Balázs történész előadását hallgathatták meg a résztvevők a Dunamenti Polgári Egyesület első nyilvános rendezvényén. A történész Ismeretlen Trianon erőszak, gazdaság, társadalom címmel tartott előadást Szekszárdon a Vármegyeházán az összetartozás éve kapcsán. Az egyesület abból a célból alakult meg, hogy megmutassa, milyen értékek lelhetőek fel a Tolna megyei településeken és tájakon, többek között ilyen előadások szervezésével és különböző rendezvények megtartásával. Továbbá az a céljuk, hogy a térségben növeljék az egyén és a közösség szintjén a társadalmi szerepvállalást, és terjesszék a nemzeti kulturális, polgári keresztény értékeket. Mindezt a tudomány, a művészetek, a történelem, a kultúra, a vallás vagy a sport területén kifejtett közösségépítő tevékenységgel szeretnék megvalósítani. Úgy gondoltuk, hogy vagyunk olyan bátrak, merészek, hogy létrehozunk egy egyesületet ilyen céllal, hogy gyakorlatilag a Duna mentén, a tolnai, szekszárdi dombság mentén lévő településeken programokat szervezzünk, próbáljunk meg hagyományőrzés, értékmegőrzést és továbbítást magunkra vállalni. Példaértékű a Tolna megyei civil közösségek munkáját segítő térségi kezdeményezés, mondta Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, az egyesület fővédnöke. A Dunamenti Polgári Egyesület, ez a nevéből is adódóan, ez a Duna melletti településeknek a úgymond ilyen integrátor civil szerepét próbálná betölteni, de most már túlmutat az ő szerepük, hiszen egy pályázati kerete belül az egész Tolna megyei egy civil közösségnek a munkáját szervezik és segítik, 10 alapítóval jött létre. A Dunamenti Polgári Egyesület az elkövetkezendő időszakban Bátától Tengelicig különböző Tolna megyei településeken 20 esemény megrendezését tervezi.